Testvéreim a gőzben. Ez a videó nem termékről fog szólni, hanem fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy van nekünk egy podcast csatornánk, amit immáron 4 hete csinálunk, illetve hát a pilottal együtt 5 hete Fifikával és Krisztiánnal. A podcast csatorna linkje, aki még nem tudná, ide föl fogom tenni. A podcast csatorna másról sem szól, csak olyan dolgokról beszélgetünk, amik úgy gondoljuk, hogy számunkra is, számotokra is érdekesek a gőz világából, eszközökről, hazai helyzetről, nemzetközi helyzetről, elnézést, és ezt beszéljük ki hétről hétre, felhozva az új és érdekes témákat, hogyha esetleg valakinek elkerülte volna a figyelmét, az le tudja tölteni, és tudja esetleg hallgatni munkába menet, vagy bárhol, ahol éppen ideje engedi. Az utóbbi pár hétben azt vettem észre, hogy sok olyan kérdés jött, hogy hogyan lehet használni, illetve feliratkozni rá, hiszen nekik nincsen mondjuk iOS eszközük. Persze ezzel lenne a legegyszerűbb, hiszen az iTunes-ban simán fel lehet rá iratkozni, és ha feliratkozik valaki egyszer a podcast csatornára, akkor folyamatosan kapja az új részeket, az eszköze automatikusan letölti, illetve ez is beállítás függő, hogy az asztali gépére tölti le, vagy a telefonra érkezik meg egyből. Tehát ez a legegyszerűbb. Akkor sem kell elkeseredni egyébként, hogyha valakinek nem iOS eszköze van, hanem Android eszköze. Ezt a legelső 0. pilotadásban kitettük a linkjét az alkalmazásnak. Ez az IPP Podcast nevezetű alkalmazás volna, amit megtaláltok az Android Google Play áruházában. És megnézem gyorsan. Gyorsan? Hát amilyen gyorsan? Viszonylag jó, 4,5 csillagra van az 5-ből értékelve, és 10 000 egy néhány száz felhasználó 5 csillagra értékelte, tehát 10 millió légy nem tévedhet, egy ilyen szart. Ha valaki nem tudná, hogy hogy kell használni, akkor ott van egy rövid videó bemutató, de kiteszem majd a linket szerintem ide, hogy a YouTube-os oldalra is rá tudjatok navigálni, és ott is minél könnyebben megtaláljátok, hogy hogy lehet ezt az egészet beállítani. És mint említettem, akkor ugyanúgy fog működni, mint iOS-en, tehát feliratkoztok a csatornánkra, és minden héten, pénteken vagy szombaton, ahogy kikerül az új anyag, egyből meg fog érkezni a telefonotokra. Szerintem remek kis történet egyébként a dolog, az volt a gondolatunk ezzel kapcsolatban. Hogy heti rendszerességgel mutassunk nektek érdekességeket a világból, és pont azért választottuk a podcastet, mert ez az 1 óra, ez mindenkinek a számára könnyen emészhető, és akár a buszon reggel munkába menet hallgatva, vagy a pendrive-ra rátöltve, és az autóban hallgatva, kinek milyen eszköze van, bármikor gond nélkül hallgatható. Azt szeretnénk még kérni ezzel kapcsolatban, ha már itt vagyunk, hogy ugye minden adás alatt van egy kommentelési lehetőség, hogyha valami ötletetek van, amire kíváncsiak vagytok, és szeretnétek, hogyha az elkövetkezendő adásokban szó esne róla, akkor ne habozzatok, nyugodtan írjátok be. Kaptunk már ötleteket, amiket meg fogunk fontolni, illetve fölvesszük a kapcsolatot azokkal, akik kompetensek a kérdés megválaszolásában, hiszen nem saját jókedvünkből csináljuk, hát illetve a jókedvünkbe csináljuk ezt az egész történetet, de azért, hogy titeket informáljunk, reméljük, hogy érdekesnek találjátok a történetet, és
minél többen feliratkoztok erre a lehetőségre. Ha valakinek ötlete van, akár az adásmenettel kapcsolatban, akár témákkal kapcsolatban, mint az előbb mondtam, vagy mit csináljunk másképp, mit lehetne jobban, miért zajos Krisztián mikrofonja, nyugodtan tegye fel a kérdését, meg fogjuk válaszolni, ígérem nektek. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!